Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit. Én Brenner Poloman vagyok, az országgyűlés alelnöke, a Jobbik országgyűlési képviselője. Felháborítónak és példátlannak tartjuk azt a döntést, hogy Kásler miniszter úr megakadályozta, hogy a magyarországi németek országos önkormányzata átvegye a Grassalkovics általános iskolát itt Soroksáron. Ráadásul a miniszter úr ezek után az intézmény eddigi intézményvezetőjét, igazgatóját, Kreisz Erzsébetet nem támogatta a pályázatában. Ez a néppárti Jobbik véleménye szerint felháborító és elfogadhatatlan egy 21. századi kiegyensúlyozottan működő polgári demokráciában. Persze csodálkozni nem csodálkozunk, hiszen a fideszes egypárti túlhatalom látnivalóan már a hazai nemzetiségek ügyét is elérte, hiszen minden olyan közösség a Fidesz számára ellenség, akit nem tud manipulálni. Persze volt ennek a döntésnek már előszele, emlékeztetnék arra, hogy a 2019-es önkormányzati kampányban is már németellenes kampánnyal szórakoztatta a polgárokat itt a Fidesz felháborító módon. Ráadásul márciusban az Origo egyik Kovács nevezetű, mondjuk úgy tollforgatója, egy igazi rákosista cikket írt arról, hogy miért nem szabad a magyarországi németség fenntartásába átadni ezt az iskolát. Történelemből ismerjük azt, hogy mi következik ezek után, ha ilyen uszító hangú cikkek jelennek meg, mint itt a fideszes médiában. Ráadásul ebben az ügyben hallgat az a Ritter Imre is, aki fideszes párttagként sajnos a szélesebb közvélemény számára nem a hazai németséget képviseli egyre inkább, hanem a fideszes kétharmad őrzőjévé vált, sajnos. Ez számomra személyesen is azért nagy csalódás, mert 22 évig voltam a kezdetektől fogva a magyarországi németség önkormányzatának képviselője, és évtizedes harcunk volt az, hogy végre ez a legnagyobb nemzeti kisebbség hazánkban elérje azt, hogy az országgyűlésben teljes joggal üljön a képviselője. Nagyon nehezen élem meg személyesen is azt, hogy ehhez képest Ritter Imre úgy szavaz, és olyan politikai tevékenységet folytat, amely véleményem szerint ellentétes a hazai németség elfogadott stratégiájával és a hazánk érdekével. Összefoglalom tehát, a Jobbik az ellenzék egyetlen jobboldali, keresztény-szociális alapon politizáló néppártjaként felszólítja Kásler miniszter urat, hogy mindkét döntését vizsgálja felül, igenis Kreisz Erzsébet igazgatóasszonyt nevezze ki az intézmény vezetőjének, és adja át ezt az intézményt annak a hazai nemzetiségnek, aki lojalitásával, szorgalmával és tehetségével közös hazánknak rendkívül sokat adott. Végezetül pedig engedjék meg, hogy a soroksári ifjúsági tagozat képviselőjével, Szabó Bencével közösen, szolidaritásunk jeleként, ahogy már látszik mögöttem, sok soroksári és budapesti polgárral együtt kifejezzük szolidaritásunkat Kreisz Erzsébet igazgatóasszonnyal, és erre hívjuk fel minden tisztességes és jóérzésű magyar polgárt is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!